Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, én Markó Rebeka vagyok, és ebben a videóban egy bájos segítő is társul hozzánk, itt van velünk Bence. Sziasztok! És ebben a videóban, ahogy láthatjátok, nagyon sok víz van előttünk, illetve pár más dolog is, viszont szeretnék pár szót mondani erről, hogy mi fog itt történni. Bence mutatott nekem egy TikTokot még hónapokkal ezelőtt, arról szól, hogy létezik kis, illetve nagy víz. Így van. Abba ne menjünk bele, hogy ez igaz vagy nem, vagy hogy működik, mint működik. De egyet teszem igaz. A TikTokot, hogy nézzétek meg. Have you ever wondered why water makes you bloated? It's because the water you're drinking is too big. Let me show you. So what I have here is some freshly brewed green tea, right? So I'm gonna pour a little bit of tea into each cup. And I'm gonna show you what happens when your water is too big. Right? So what happens when you drink big water, it dilutes everything, all your supplements, your vitamins, your minerals, your nutrients that you put into your body, right? But when we have small water, okay, this is able to hydrate your body on a cellular level. So it does not dilute your supplements, your minerals, your vitamins, and all the good stuff your body needs. You see that? Look at the difference. Bloated or hydrated on a cellular level. You choose. Nagyjából egyébként a víznek a pH-járól van szó. Ezért arra gondoltunk, ezen kívül pedig egy amerikai videóból is ihlettünk egy kicsit. Le fogjuk tesztelni majdnem az összes vizet a magyar piacon, és megnézzük, hogy mit tudnak igazából. Amerikában nagyon sok víz meglepetést okozott, inkább a savas irányba hajlottak, ami kifejezetten nem jó, tekintve, hogy a víznek a pH-jának legalább 7-nek kell lennie, tehát semlegesnek. Na jó, amúgy tudod, miért ülök, hogy felvesszük? Na. Szomjas vagyok. Nagyon szomjas vagyok. És egy kérdésem van, minden vizet látok itt, miért van Sprite? Na, ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis arra gondoltam, hogy azon kívül, hogy minden mentes vizet letesztelünk, pár átlátszó üdítőitalt is hoztam tesztelésre, hogy azok vajon milyen pH-júak lehetnek, ugyanis nagyon sokan úgy isszák az üdítőt, mintha víz lenne, és kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog nekünk mutatni. A mai méréshez egy, úgy mondom egyébként, mintha minden videómban mérni szoktunk volna, de a mai méréshez egy pH mérő cseppet fogunk használni, amit belecsöpögtetünk a vízbe, és ezzel elszínezve fogja mutatni, hogy milyen a pH-ja. A mai videóhoz sajnálatos módon műanyag poharakat kell használnunk, ugyanis egyforma kinézetet szerettem volna kölcsönözni itt a dolgoknak, úgyhogy sajnos műanyag poharat használunk. Ami nagyon érdekes, hogy mondom, hogy milyen vizeink vannak. Van nekünk egy olyan sor, amik viszonylag nagy üzletekben kapható vizek, de úgymond no-name-ek. Igen. Itt van nekünk egy Teodora, ami kalcium, magnézium, nem tudom mi van még benne pluszba. Van nekünk kettő babavizünk, itt vannak a tipikus magyar nagymárkák, vannak olyan vizeink, amikre rá van írva, hogy mennyi a pH-juk. Igen. Vannak a kicsit fancy-bb vizek, illetve van nekünk az ízesített szekciónk, ami vagy üdítőital, vagy ízesített víz. Tudod, melyikre leszek kíváncsi? Na. A babára. Mert hogy ugye az kell legyen a ténylegesen jó, ami minden értékre megfelel. Legelől van még nekünk egy sima csapvíz, illetve egy tisztított csapvízünk is, és most, hogy mindent tudtok ja, igazából... Szűrték, igen. Igen. Szerintem kezdjünk bele, és induljon a csöpögtetés. És melyikkel kezdjük? Előről az vagy első sorral fogunk innen, kezdeni. Onnan? Ez a szűrt víz, ez pedig a sima csapvíz. A sima csapvízzel fogunk kezdeni. És mi kell történjen? Te vagy a szakértő. El kell színeződjön a vízünk. Milyen színűre? Ez jelenleg így néz ki az első csepegtetés után. Egy kicsit kevergesd össze. Aha. Milyen kis óceán kép lett az egész. Itt van a pH érték kis skálánk, ahol láthatjátok, hogy itt van a legsavasabb, itt pedig a leglúgosabb, 7-es zöld pedig a semleges. Úgyhogy ha megnézzük, akkor a csapvíz az egy egész jó
szintet jelöl. Nézzük a szűrt vizet. Egy kicsit sötétebb, nem? Tedd mellé? Amúgy igen. Oké. Úgyhogy az első két mintát helyezzük arra, és lássuk a zafír. Ó, annyit mondjál nekem, neked melyik a kedvenced? A Szent Királyi és a Nestlé mindenképp. Az a kettő, meg hát a Janának ez a babás víze azért az elég jó szerintem. Én naturakvás vagyok, a Smartot szeretem a Smart még is nagyon, jó, igen. És Jana. Illetve rosszabb napjaimon nagyon szeretem a szedres naturakvát. Az is nagyon, igen. Oké, na kezdjük. Na, zafír. Kíváncsi vagyok. Hasonló, mint a szűrt víz. Saguaro vagy Saguaro. Ez kicsi zöldesebb, nem? Ez egy csapvíz szint majdnem. Ez amúgy akkor totál jónak számít, nem? Igen. Kalcium, magnézium. Ó, az elkezd egy zöldes lenni. Ez még hetesnek tudható be, nem? Vagy kicsit már inkább hajlik hatos fele? Nem, ez simán hetes. Simán. Simán hét. De a hét az érték, nem? Tehát az a átlag jó. Igen. Szuper. Az a semleges. Zafír. Azt el kell mondjam, hogy eddig sokkal jobban állunk, mint a amerikaiak. Igen? Igen. Ez teljesen... Jöjjön az első babavíz, Szent Királyi. És ez mi kéne legyen? Tehát mire számítunk ilyenkor, hogy ez... A babáknak úgy adunk vizet, hogy felforraljuk és lehűtjük. Igen. Ha csak vízről van szó. Nem tudom, hogy a palackozott verziója hogy készül. Hát te figyelj már, ez nem valami bíztató, és itt most nem a márka ellen akarok beszélni. Ha bárki ezzel kapcsolatban egy cseppet mélyebb tudással rendelkezik, mint mi, akkor megköszönnénk, hogyha erre magyarázatot írna. Akár Balogh Levente is bekommentel. Igen. Ezt kifejezetten értékelnénk. Mert akkor, hogyha jól értem, például a zafír, ami ugye ilyen kis óceánkék, az jobb pH-ban, mint a babavíz jelenleg, mert ugye a babavíz az ilyen hetes. Igen, csak ugye azt nem tudjuk, hogy a babáknak mire van szükség. Ja, mondjuk az is jogos, igen. De igen. Jana baba, na erre viszont kíváncsi leszek nagyon. Oké? Okay. Hát ez is elég... Nem, ez mondjuk... talán ez eddig a legóceánkékebb, nem? Én azt látom, hogy igen. Igen. Ez azért mellé rakva sokkal. Azt azért tegyük hozzá, hogy... Ha többet cseppentesz, akkor az mélyebb, tehát az árnyalatot kell leginkább figyelembe venni. Második kör. Naturakva. Naturakva. Bízunk benne. Rettegek, mert nagyon szeretem. Ha. Az jót produkál. Palackozott csapvíz. Kind of. Cédrus, Nestlé akvarell. Azért ez egy erős, hát sőt, 8-as. Úgy, ez az egyik legszebb, tehát ez mizse. Életemben nem látom a mizse vizet, de nagyon jó. 7 és feles pH. Erre rá van írva, hogy 7 és feles. Most jön a üveg szerint leglúgosabb vízünk, 9-2-vel. Ami azt jelenti... Lilának kell lennie. Hogy lilának kell lennie, itt van közben a skála. 9-es, az lila. Oké. Jó, az simán hozza. Oké. Ez nagyon szép. Ez egy tiszta. Lehet, hogy ő fog nyerni. Sose vettem még le szivárvány akvát a polcról, de ezután... Lehet, hogy fogok. Tehát, hogy ez tényleg jó. Ez az összes közül a leglúgosabb?
Elvileg igen. Uh-huh. Utána jön a doktor víz. Természetes ásványvíz. 828. 828, ami azt jelenti, hát majdnem, hogy... Sőt, hát ez kék és majdnem, hogy lilásba kell menjen. Szerintem hozni is fogja. Ez így néz ki. Alap. Ugyanolyan a színe. Ez csak víz. Ne, hát azért nem, de, hát, de ugyanolyan a színe. Rak belé? Az a tisztított, vagy a szűr. Hát tisztított szűr csapvíz. Ugyanolyan ennek a színe, mint a hétfeles mizsének, nem? Wöslauer. Abba azért csak bízunk. Elméleti szinten igen. Miért, ígérnek valamit? Nem. Nem találtam rajta. 722. Tehát az azt jelenti, hogy zöld, majdnem kék. De hát az nem olyan jó. Az ilyen átlag. Hát az egy kicsit. Én lilát szeretnék látni. Abszolút lilát. Sajnos Rebeka nem talált ilyen 10-est vagy 9-es átlagosat. Viszont az ilyen... Ahhoz képest nem rossz. Na ebben nagyon bízom. Viszont ezen ténylegesen nem találtam pH-t. Viszont álljunk meg egy pillanatra. Bocsánat, hogy közbevágok. Tehát ez az a víz, ami még az Agymenők sorozatban is ott volt, mint szponzor. Tehát ebben nagyon bízom, egy világmárkáról van szó. És tudod, ilyen sárga lenne. Nem már! Nem már! Ez konkrét pisi sárga. Hát... Egy hatosnál nem adnék neki többet. Simán. Én se. Jó, itt most ne értsétek azt tényleg, hogy egészségtelen, mert ezekből nincs egészségtelen víz. Tudod, mit szerettem volna venni? Mit? Mátyás vizet. És szerintem... Gyógyszertári lúgosítót. Javíts ki, hogyha nem, de az lenne az egyik legjobb. Hát persze, hát az koncentrátum. Az a legdurva. Hát attól gyakorlatilag fosol már, bocsánat. Tehát, hogy az olyan durva. Na nézzük, Jana. Na. Utolsó víz, víz. Ebbe is nagyon bízok, nagyon sokszor szoktam. Aha. Oké. Okay. Hát ez nem rossz, ez sima 8-as. Nincsen, hát mondjuk ez egy erős 8-as, szerintem. Erős 8-as, igen. Oké, okay, sport. Ez egyébként egy teljesen nem sima izotonik sportvíz. Aha. Ez még durvább, mint a izé. Ez egy ötös. Ez egy ötös. Ez még durvább, mint a Smart. A Smart az így nézett ki. Ez konkrét sárga. Kérlek, ne legyél halálosan rossz. Basszó. Hát ez talán még rosszabb, mint a Sport. Aki ezeken él víz helyett, most van az idő, hogy elgondolkozzon rajta. Jana! Na ez a... Habár egyébként ezt nagyon imádom, tehát a Jana víz szerintem az egyik legjobb. Mert? Mint ízre, igen. Aha. Jó, hát. Üdítő. Ja. Jöjjön a Sprite. És akkor érkezik a Sprite, ami szerintem nyilván szénsavas. Ez nem csak sima víz, ez lesz a legrosszabb. Hát persze, nem? De. De ez nem is azt ígéri, hogy mm-mm. Víz vagyunk, és... elkeserítő, és itt most ne értsétek félre, tehát nem a Jana ellen beszélek, vagy a Natur Aqua ellen. Ezek szerintem nagyon jó cégek, és nagyon szeretem a termékeiket. Rendszeresen fogyasztom is őket, viszont a Zero Sprite az egyenértékű lúgosság szempontjából a Janával, ami... Víz. Ízesített víz. A Sprite ezeket? Azért, akárhogy nézzük, hogy ízesített víz a Sprite, azért mégiscsak egy Sprite-ról van szó. És a pláne, amit a videó végére szerettem volna nektek, és így a videó végére csinálunk egy mini tesztet, miszerint a leglúgosabb vízünket hozzá fogjuk önteni a legsavasabb italhoz, a Sprite-hoz, és megnézzük, hogy mennyi lúgos vízre van szükség ahhoz, hogy legalább semlegesítse a Sprite-ot. Töltsünk újra.
poharat váltottunk, és üvegből fogjuk önteni. Most lehetünk egy 6-osnál. Most csöppents újra? Aha, most vagyunk egy 7-esnél. Nem, hát ez konkrét zöld. Hát... inkább egy 6-osnál. Ez jelenleg egy fél literes pohár. Láttátok, hogy mennyi Sprite-ot használtunk az elején, és konkrétan fél liter 9 pluszos pH-jú víz nem volt elég ahhoz, hogy semlegeset csináljon belőle. Inkább igen, ilyen zöldes, sárgás, mint zöld. Most vagyunk 6-osnál. És őszintén megmondom, hogy fáj bevallani, de én szeretem az üdítőket, viszont ezután elgondolkodik az ember, nem? És akkor az összes tesztelt vízzel, illetve a mai videónk nyertesével egy kicsit jobban utána fogok járni, hogy mennyire fontos a víznek a pH értéke a mindennapi életünkben, illetve az egészségünkre milyen hatással van. Kíváncsi vagyok a véleményetekre ezzel a videóval és igazából a mini kísérlettel kapcsolatban. Ha bármi észrevételetek van, akkor azt a komment részlegbe várjuk, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Köszönöm szépen, hogy segítettél nekem. Köszönöm, hogy meghívtál. Esküszöm, nagyon érdekes volt. És tényleg egyébként remélem, hogy nektek is tetszett. Ha igen, akkor dobjatok nekünk egy lájkot, hogyha nem, akkor diszlájkoljatok. Szabad világban élünk, de olyan cukik vagyunk, nem? Tehát lájkoljatok. Léci. Ha nem vagytok, még iratkozzatok fel, a vlog csatornám, illetve az említett videók is a leírásban lesznek. Köszönöm szépen, hogy itt voltok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!